Barack Obama a Connecticut-i Newton városába utazik, és beszédet mond az áldozatok emlékének szentelt mai gyászszertartáson. Az elnök találkozik az iskolai lövöldözésben meghalt 20 kisgyermek és 6 felnőtt hozzátartozóival is. A rendőrség szerint a 20 éves tömeggyilkos Adam Lanza lakásán perdöntő bizonyítékokat találtak arról, hogy miért történt a mészárlás, de ezeket csak később hozzák nyilvánosságra. A hatóságok azonosították a Connecticut-i mészárlás áldozatait. A 20 lelőtt gyermek mindegyike 6 és 7 év közötti kislány és kisfiú volt. Egyikük, Emily Parker édesapja így emlékezett vissza könnyek között a kislányára. She was the type of person that could just light up a room. Olyan személy volt, aki mindig fényt hozott a szobába, amikor csak belépett. Mindig volt valami kedves szava mindenkiről. A szeretete és a bátorsága példa volt a számunkra. Nagyon nagy áldásnak tartom, hogy az apja lehetek. Mondta Robbie Parker, aki orvosként felajánlotta, hogy amiben tud, igyekszik segíteni a tragédia által sújtott többi családnak. A 6 éves Emily Parkert közvetlen közelről több sorozatlövéssel végezte ki a merénylő, csak úgy, mint a többi kisiskolás és felnőtt áldozatát, köztük két tanárt, Lauren Russo-t és Victoria Soto-t, valamint az iskola pszichológusát, Mary Sherlachot. Időzített bomba volt, így jellemzik ismerősei a Connecticut-i iskolai lövöldözőt. Adam Lanza 14 éves volt, amikor apja, aki a General Electric óriás cég egyik vezetőbeosztású munkatársa, 18 év házasság után otthagyta családját. A szülők 3 évvel később hivatalosan is elváltak. A $1,5 millió családi ház Adam anyjának maradt. Az asszony félt egyedül a hatalmas házban, ezért több fegyvert is vásárolt. Fia ezek egyikével lőtte őt agyon, majd legalább 2 fegyvert magával vitt a mészárláshoz is. Adam Lanza szülei válása után teljesen magába zárkózott lett, az iskolában senkivel sem tartotta a kapcsolatot, csupán egy online számítástechnikai klub tagja volt. Itteni ismerősei szerint nagyon tehetséges volt, de került mindenkit, és egy idő után csak fekete ruhát hordott, és magát a gót kultusz harcosának nevezte. A rendőrség azt közölte, hogy a családi házban olyan bizonyítékokat találtak, amelyekből remélhetőleg pontosan meg tudják állapítani azt, hogy mi vezetett a 27 áldozattal járó mészárláshoz.